zenés esttel is megemlékeztek Komlósi Erzsébet, egykori Kossuth-díjas opera énekesnőről, születésének 90. évfordulója alkalmából a szülőhelyén, Salgóbányán található Geocsodák házában. Az esemény a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ szervezésében a Hagyományőrző Civil Társaság kezdeményezésére valósult meg, melyben Komlósi Erzsébet egykori tanítványai, a szintén salgótarjáni születésű Magyar Szilvia és Clementis Tamás opera énekesek adták elő a művésznő kedvenc áriáit Szabó Istvánné zongora kísérete mellett. Az eseményen Clementis Tamás személyes élményei felidézésével is visszaemlékezett Komlósi Erzsébetre. Azt, hogy én ma itt állok, és hogy opera énekes lehetek, szó szerint neki köszönhetem. Ennek az a története, hogy a szüleim révén, meg a nagyszülők révén én nagyon hamar közel kerültem a komoly zenéhez, nem is hallottam mást otthon, csak komoly zenét, és a általános iskolában volt egy csodálatos énektanárnénink, tudta, hogy mindig szépen énekelek, és lényeg az, hogy opera ifjúsági bérletem volt. Mit ad Isten? Életem legelső előadása Komlósi Erzsébet Orfeusza volt egy szombat délelőtti előadáson. Orfeusz nem a legkönnyebb operák közé tartozik, de el tudják képzelni, hogy milyen varázsa lehetett annak az előadásnak, ha egy 8 éves gyerek, mint én, aki ott ültem, tátott szájjal figyeltem végig az egészet, és rá egy héttel később már ott ülök a következő előadásának Carmenen. Na ettől kezdve elindul egy olyan lavina, hogy gyakorlatilag úgy kezdtem operába járni, hogy kinéztem a Pesti műsorból, amiben az Erzsi énekel, és minden előadásra, amint tehettem, elmentem. Gyakorlatilag 10 éves koromra az összes operát kívülről fújtam. Megkérdezték általános iskolában, mi akarok lenni, operaénekes. Hát persze mondanom se kell, hogy mindenki kiröhögött, mert egy általános iskolában megkérdeznek egy gyereket, hogy mi akarsz lenni, hogy operaénekes, hát az egy kicsit olyan fura. Na de lényeg az, hogy hála jó Istennek, hogy ez egy gyerekkori hangom, ez fejlődött, illetve mutálás után megmaradt, és elindultam azon az úton, konzervatórium, zeneakadémia, hogy 25 éves koromban az Állami Operaháznak a magánénekese lettem, ami a operaház történetében a fiúk között a legfiatalabb voltam annak idején. Tehát ilyen fiatalon fiú nem került be az operába. És megijön egy csavar, életem első előadásán, az én premieremen, mit énekelek, bámbámba Biberachot, ki van mellettem a színpadon, Gertrudis királynő Komlósi Erzsébet, Ilos Farbi Róbert a Bánkbán, Meris György a Petúrbán. Hát ennél nagyobb indulás összesen senkinek nem adatik meg az életbe. A koncert méltó tisztelgés volt az egykori opera énekesnő előtt, és nagy sikert aratott a szép számú közönség körében is.